Ha eljön a nyár, a tanuló ifjúság elgondolkozik azon, jó lenne valami hasznosat is csinálni azon túl, hogy buli, haverok, pihenés. A kereslet-kínálat egyensúlya megvan ezen a területen, hiszen számtalan lehetőséget kínálnak a gyerekek számára a különböző intézményekben, iskolai táborokban, és olyan feladatokkal bízzák meg őket, melyekre nincs idő, vagy már nem jut kellő energia. Bátaszéken az idén kisebb volt a keret, így válogatni kellett a jelentkezők között. Kicsit nehezen indult be a gépezet, de végül is július hónapban 16 diák, augusztus hónapban 10 diák foglalkoztatására lesz lehetőség, úgyhogy a városunk a járulékteereket magára vállalta, mintegy 340 ezer forint értékben. Így tudjuk megteremteni ezt a lehetőséget, hogy intézményeinknél tudjunk segítséget adni nyári időszakban, diákok bevonásával, a közös önkormányzati hivatalnál, konyhánál, városi óvodánál foglalkoztatjuk a diákokat, és hát segítünk nyári táborok szervezésében is. Jelen pillanatban is zajlanak nyári táborok, ahol a diákok segítenek a tábor szervezésében és a náluknál fiatalabb gyerekek programjának összeállításában. Minden esztendőben nagy érdeklődés övezi a diákok részéről, sokan jelentkeznek. Ugye mi már június elején meghirdetjük úgymond egy előzetes informálódásra, hogy a diákok közül kik terveznék azt, hogy ha lesz foglalkoztatási lehetőség, akkor jönnének hozzánk. Ezt igyekszünk június közepéig feldolgozni ezeket az információkat, megtenni a szükséges előintézkedéseket, nevezetesen, hogy a kormányhivatalhoz menjenek be, regisztráljanak, hogy a későbbi foglalkoztatásuknak ez a feltétele már adott legyen. Az első munkanapjukon természetesen munkavédelmi oktatásba részesülnek, felkészítjük őket arra, hogy mivel találkozhatnak a munkahelyeken. És hát azt látjuk, hogy minden esztendőben egyre többen szeretnének hozzánk jönni. A tavalyi évhez képest kevesebb diák foglalkoztatására volt sajnos lehetőség. Tavaly, ha jól emlékszem, havonta 25 fő diákot tudtunk foglalkoztatni, most sokkal kevesebbet. Okozott ez némi kis konfliktust is, hiszen hát nem mindenkit tudtunk felvenni, aki jelentkezett, de igyekeztünk lehetőséget adni úgy, hogy ha családból többen jelentkeztek, akkor az egyik gyermek legalább foglalkoztatva legyen. Az az iratlan szabály alakult ki Bátaszéken, hogy akik az előző évek során letettek valamit az asztalra, jól végezték a munkájukat és újra szerettek volna dolgozni, előnyt élvezhettek. Srot Kinga már tanult gyerekfelvigyázó, így szívesen jelentkezett az idén is a feladatra. Két éve az önkormányzatban is felügyeltem már gyerekekre, úgyhogy nem olyan újdonság ez a terep számomra. Nagyon jó, hogy a diákoknak megteremtik ezt a lehetőséget, hogy nyáron egy kis plusz zseppénzre tehetnek szert, és kicsikét belekóstolhatunk a munkavilágába, hogy milyen kötelezettségekkel jár az, hogy minden reggel 8-ra be kell jönni, van, hogy este 5-kor tudunk csak hazamenni, tehát kicsit egy ilyen belekóstolás a való világba. Szerencsére én mindig jól bántam a gyerekekkel, és mindig olyan sokszor voltam olyan környezetben, ahol sok gyerek volt, tehát ez nekem nem újdonság. Amíg a táborban vagyok, úgy nem érződik nagyon, hogy lefáradnék, inkább otthon, amikor már megpihenek. Olyan feladatkör csak, hogy próbáljunk mindenkit összetartani, ugyebár jobban megismerni mindenkit. Ez egész tábornak az a lényege, hogy egy kicsit le tudjuk foglalni a gyerekeket, kicsit lekötni őket, meg úgymond az ilyen komfortzónájukból egy kicsit kimozdítani, és akkor ilyen különböző programokat szervezni nekik. Én ebben a táborban már régebb óta vagyok, tulajdonképpen már kezdetek óta, és az eleinte mindig csak segítőként voltam, és most egy pár éve vagyok diákmunkásként, ugyebár hogy volt egy ilyen lehetőség, és akkor éltem vele, ha már úgyis itt lennék, és akkor egy beösszekötve ezt. A tapasztalat az, hogy a jelentkezők munkamorálja jelentősen eltérő. Van, aki pillanatok alatt belerázódik és elfogadja azokat a szabályokat, ami egy munkahelyen van és be kell tartani. Van olyan diák, aki ezt bulinak gondolja, és azt gondolja, hogy hát bejövünk ide, egy kicsit elbámészkodunk, és majd eltelik az idő. Mi azt kértük az intézmények vezetőitől, ahol dolgoznak a diákok, hogy a munkára próbálják őket rászoktatni, arra, hogy munkakezdésnek van egy meghatározott időpontja, arra oda kell érni,
a nap folyamán az elvégzett munkát lehetőség szerint pontosan, precízen el kell végezni. Tehát egy kis ízelítőt kapjanak a nagybetűs életbe. Senkinek nem ártott még meg, ha diákként beleszagolt a felnőttek világába. Kicsit jobban értékeli majd ezután mindazt, ami egyébként természetesnek tűnhet számára.